Neumann kiállításunknak a megnyitó eseményén. Én Garami Gréta vagyok, a galériának az igazgató helyettese. Engedjék meg, hogy nagy tisztelettel köszöntsem a Neumann Társaság, a mi partnerünknek az elnökét, Szalai Imrét, és kedves munkatársát, Dandoi Gabriellát is, akikkel közösen együtt írtuk ki a pályázatot, és szerveztük meg ezt a mai kiállítást. És természetesen nagy szeretettel köszöntöm a kedves szülőket, a buzdító pedagógusokat, és nem utolsó sorban, sőt, mint első sorban a gyerekeket, diákokat, akiknek az alkotásai itt a falakon láthatók. És először szeretném Szalai Imrét felkérni, hogy mondja el köszöntő beszédét. Jó, köszönöm szépen. Én is sok szeretettel köszöntöm itt ezen a szép kiállításnak hogy az alkotóit, meg ennek a megnyitónak a résztvevőit a Neumann János Számítógéptudományi Társaságnak a nevébe. Társaságunk 1968 óta viseli a Neumann János nevét, tehát mondhatod, hogy már akkor elkezdtük ugye ezt a tradíciót vinni, amikor ez még nem volt teljesen, hogy mondjam, szokásos, úgyhogy azóta próbáljuk összefogni az informatikusokat, számítógépeseket, különböző neveken nevezték az elmúlt időszakban, számítógép tudósokat, és ugye ma már ugye ez megváltozott, hiszen már lassan mindenki számítógépes, ugye, hiszen a mobiltelefon, a laptopot mindenki tudja használni, és egy kicsit az a feladatunk most, hogy azért ennek a tudásnak a lényegét próbáljuk szétsugározni a legszélesebb körbe. És ennek egy jó alkalma volt ugye a Neumann János születésének a 120. évfordulója. Ő egyébként ugye december 28-án született ugye 1903-ban, tehát most még pont még a születésnapja az még előttünk van, és erre az évre próbáltunk rengeteg eseményt és rengeteg dolgot összehozni. És nem akarom most elmondani, de akit érdekel, a neumann120.hu honlapon meg lehet látni azt a rengeteg eseményt, kiállítást, amit ebbe az évbe szerveztünk. És ugye Neumann János ugye ugye matematikusan gondolkodott, matematikus gondolkodással próbálta megérteni a világot. Ugye a legfontosabb eredményei, tudományos eredményei is a matematika különböző területein jöttek létre, de ő abban volt egyébként különleges és zseniális, hogy ő a tiszta tudományt és az alkalmazott tudományt össze tudta hozni, és így vannak ugye híres eredményei ugye az atombomba kialakítása környékén, a közgazdaságtanban, a meteorológiában. Tehát ebbe volt igazából különleges, hogy a tiszta tudományban is zseni volt, ahogy a tudóstársai, Nobel-díjasok is mondták, de ugyanakkor az alkalmazásban is nagyon-nagyon jól részt vett. 1999-ben a Financial Times az évszázad emberének nevezte, a 20. század ugye adna az évszázad emberének, és van egy nagyon érdekes gondolata a laudációba, ugye azt mondja, hogy valamilyen módon Neumann János azt képviselte, hogy a racionalitás, a tudás igazából az a világnak a káoszát azt meg tudja változtatni. És hogy a sok-sok híres tudós és nagy ember a 20. században, hogy miért is Neumann János választották, kicsit ez a hit is, hogy a racionalitás, a tudás az köröztül tud menni a világon. És a nagy kérdés ugye az, hogy a 21. században is igaz-e, és pont az ilyen események, az ilyen versenyek, az ilyen szakkörök segítenek abban, hogy talán mégiscsak van abban valami, hogy a káoszon a tudás az köröztül tud menni. Ugye a Neumann János szakmai programját kapcsán rengeteg konferencia esemény volt, de cél volt az, ahogy mondtam is, hogy túlmenjünk csak a szakmai körön, és elérjük a legszélesebb köröket. Ennek egy példája a Galaktika magazinban kiírt sci-fi pályázat, ott ilyen 30 novella jelent meg, amit meg lehet érdemes megnézni, ami Neumann inspirációjára készült. Van egy felnőtteknek szóló kiállításunk, egy felnőtt művészek által készített kiállítás is, a Homage Neumann, amire 130 profi művész küldött be alkotást, és nem messze innen a Városház parkban volt nyáron egy plakát, vagy ilyen óriás plakát kiállítás, tehát abból fényképek készültek, és itt a Városház parkban mindenki megtekintette, hogy leszállt a villamosról, vagy a 100-as buszról láthatta ezeket az alkotásokat, hogy hogyan reflektáltak igazából
a művészek arra az életműre, amit Neumann létrehozott, és nem csak a számítógép, hanem ahogy mondtam, hogy az atomtudomány, a meteorológia, és egyáltalán ugye a világnak a sorsa. És ebbe a sorba illeszkedik ugye az a párt, amit a diákoknak, tehát a diákoknak írtunk ki, a Deák 17 galériával, és az ő profi segítségükkel sikerült egy másik jelentős kiállítást létrehozni, itt a Deák 17 galériába. Ennek az eredmény hirdetése nyáron már megvolt, az is egy nagyon kellemes és felemelő esemény volt, mert lehetett látni, hogy mennyi diák érzi fontosnak azt, hogy a tudás és a művészet között hit teremten. Itt nagyon sok szülő és diák elmondta, hogy milyen jó volt ez, hogy ezt a kettőt itt ezzel a pályát alatt sikerült összehozni, úgyhogy ennek a kiállításnak, ami most sikerült létrehozni, ugye, mert ugye a galéria programjával most tudottuk beilleszteni, de mindenképpen érdemes, hogy ez létrejött, és úgy látom, hogy ez a Neumann 120 év, ez nem fog befejeződni december 31-én, hanem még további kiállítások is vannak itt a listán, ami már jövőre fog mutatkozni, és épp ezért ez a kiállítást is fel fogjuk ajánlani gimnáziumoknak, különböző intézményeknek, hogy ez a fajta megközelítés, ahogy a diákok látják Neumann, az a más iskoláknak, más intézményeknek is jó inspirációt ad különböző foglalkozásokra, szakkörökre. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a galériának, Gerdáéknak ezt a profi hátteret, és egyébként őszintén az is egy nagy élmény volt számunkra, hogy ebbe az évbe, amikor Neumann ötlettel különböző helyeket megkerestünk, mindenütt nyitott kapukat találtunk. Tehát úgy látszik, hogy van egy ilyen összetartó erő Magyarország is, hogy ez a közös élményekre, a közös tudósok adnak egy olyan energiát, amit érdemes egyébként kihasználni. Úgyhogy ezekkel a gondolatokkal nagyon szépen köszönöm a részvételt és a kiállítást. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen Imrének az értékes szavait, és mi abban maradtunk, hogy Imre szavai mellett én viszont, mint művészettörténész, egy kicsit a művészeti oldalról is bemutatom a kiállítást, úgyhogy még kérem szépen a figyelmeteket. Ha jól tudom, akkor több száz alkotás érkezett be ugye a pályázatra, és ebből itt ezen a kiállításon tehát közel 50 diáknak a munkáját láthatjuk, tehát a legjobb 50-et igyekezett a galéria és a szakmai zsűri közösen kiválogatni. És ugye a pályázat maga 6 és 18 év között határozta meg a korosztályt, így a kiállításban is. A legfiatalabb diák tavaly, ugye itt mi a pályázati évnek az időpontjait írtuk ki, első osztályos volt, Szurovec Ernő, és a legidősebb pedig Böröc Ilián 12 osztályos, 12-es tanuló volt. A kiállításban a hagyományos képzőművészeti technikák és a Neumannhoz értelemszerűen még közelebb álló digitális műfajok egyaránt képviseltetik magukat. Itt számos ceruzarajzot, krétarajzot, filctorrajzot láthatunk, de például velem szemben ott az ajtó mellett egy három részes akril festmény sorozat is helyet kapott. Emellett találkozhatunk akvarellel, tűfilc grafikával és tűzzománccal is. Valamivel kisebb arányban, de tehát nagy számban sorakoznak a technikai fejlődést, a számítógépet, tehát nem csak a tartalomban érintő, hanem az alkotói folyamat során is használó munkák. A papírhordozóra nyomtatott, de digitálisan készült grafikák vagy digitális montázsok, és elsősorban a kisebb, sötétebb térbe kerültek azok a művek, amelyeknek a hordozói is elektrotechnikai eszközt igényelnek. Videók és animációk láthatók ott. Ezek között is találunk már eleve digitális felületen szerkesztett animációt, de találunk olyat is, ami egy valós tárgy fotózásával, például egy Lego folyamatos építésével és fotózásával készült el. Itt a térben a posztamensen láthatók további videók és néhány úgynevezett objekt, azaz tárgy jellegű alkotás, például egy elektronikusan működtethető Lego mobil, vagy akár egy 3D nyomtatott panelekből álló fény és kijelző felülettel is rendelkező tárgyobjekt. Egészen különleges az is,
hogy Neumann munkásságát hány és hányféleképpen közelítették meg a fiatalok. Neumannak szinte minden kutatási területe, felfedezése, eredménye visszaköszön a falakon. A munkák többsége nem egyszerűen egy omázs, nem egy tisztelgés, nem csak egy tisztelgés Neumann előtt, hanem tevékenységének a ma szemszögéből történő feldolgozása, eredményeinek, a mára gyakorolt hatásának, munkájának továbbfejlesztései jelennek meg, azok minden pozitív és akár negatív aspektusával. Több olyan alkotás is készült, amelyek mély, filozófiai, sőt, sokszor morális, vagy akár kritikai módon közelítették meg ezt a témát. Rámutatva arra a rendkívül aktuális és egyébként hátborzongató kérdésre is, amelyről Neumann már az 50-es években is írt, hogy túléljük-e a technológiát. Természetesen Neumann személyének ábrázolása, portréja, kutatási területeinek vagy életének eseményei a kiállítás fő központi témája. Például Neumann viharos felhőkön is a jövő felé haladó vitorlás képében, mint felfedező jelenik meg Inzsöly Liliana festményén. De máshol Einstein és tanítványainak csoportképe is látható köztük a háttérben álló Neumannnal. De már a legkisebbeknek a rajzain is szerepel a robotika, a digitalizáció, vagy a játékelmélet akár. Sőt, Society a címe annak a munkának, amelyen Elon Musk-tól kezdve a macskamémeken, a bitcoinon, az Among Us játékfigurán keresztül, az aktuális youtuberekig a ma teljes internetes társadalma jelen van. Az egyik legfontosabb Neumann elmet, a kettes számrendszer alkalmazását dolgozza fel a számítógép tervezésben Nemes Artúr, a szemben látható akril triptihon pedig a számítógép mint hardware absztrahált képeként is értelmezhető, mintha mikrocsipek, kábel keresztmetszetek és ki- és bemenetele köszönnének vissza erről a munkáról. És a 3D-vel nyomtatott EDVAC modellt bemutató objekt is különleges, ugye ez volt az első számítógép, az előtt tiszteleg, amely a memóriájában tárolja a programot is. De láthatunk itt sétát a tejúton, vagy a marsjáró Lego mobilt, amelyek már ugye az űrkutatásról beszélnek. A technológiai fejlődés maga a témája Csikós Klára munkájának. A tudás és a fejlődés megállíthatatlansága, a Fibonacci spirál vagy a csiga jelenik meg máshol, és van olyan munka is, amelynél mindez egy apokaliptikus végidőbe torkolik. Érdekes témát alkotnak a matematikailag leírható jelenségek és az emberi mi volt összefüggései és ellentmondásai. Megjelenik a mesterséges intelligencia, vagy annak organikus, emberi és élő szerves jellege egy dekoratív rajzon, vagy az ember és a robot lehetséges emberies kapcsolata. Ügyesen megoldott, behúzó perspektívikus tér látszik a VR világának döbbenetes realitását feldolgozó munkám. Érinti az atomkutatást, a rádióaktív veszélyekre is felhívó urán-zöld színvilágban úszó alkotás. A technológiai fejlődés kronológiáját pedig egy valódi fatörzs évgyűrűivel illusztrálja a debreceni Kazinczy iskolának az alkotó csoportja, miközben az idő előre haladása mellett a fejlődés etikai kérdéseire is ráutal a tűzben égetett zománc technikának a megmutatása által is. Szóval amellett, hogy a kiállítás Neumann nagysága előtt tiszteleg, azt gondolom, hogy olyan úgynevezett interdisziplináris, azaz tudományok közötti értékeket mutat fel, amelyekre ma óriási szükség van minden területen. És ez volt az oka többek között annak is, hogy a Deák 17 Galéria nagyon nagy örömmel csatlakozott ehhez a projekthez, a pályázathoz és a kiállításhoz. A társadalom és a természettudományoknak, jelen esetünkben a művészetnek és a tudománynak az összekapcsolódása, úgy gondolom, hogy közös együttes gondolkodása olyan eredményekre vezethet, akár ami az élet és a jelen legnagyobb kérdéseire is választ adhat. Úgyhogy köszönjük nektek, gyerekek, hogy időnként emlékeztettek bennünket, felnőtteket ezen feladatainkra is. Köszönöm a figyelmet.
Thank you.